elkészült és megújult az állomás, amely szimbóluma és égköve ennek a csodálatos városnak. Tassó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedés politikáért felelős államtitkára a felújított visegrádi hajóállomás átadó ünnepségén elmondta, a város idegenforgalma azt követően élénkült fel, miután az 1830-as években megindult a dunai gőzhajózás. Kiemelte, hogy az 51%-ban állami tulajdonú, az ország egyedüli személyszállítással foglalkozó hajózási vállalata a Mahart-Pásznáve fejlesztései közül kiemelkedik a visegrádi beruházás. A társaság az elmúlt években még nyeressége terhére is arra törekedett, hogy fejlessze 30 hajóból álló flottáját. Hangsúlyozta, a Mahart-Pásznáve az egyetlen vállalat, amely képes lehet arra, hogy Budapest tömegközlekedését enyhítse a dunai személyszállítás beindításával. Tassó László beszélt a vállalat feladatairól is. Elmondta például, hogy helyt kell állnia majd a vizes világbajnokságon. A Mahart-Pásznáve természetszerűen készül további lépésekre is, de a magyar kormány is. Szeretnénk valóban a Duna hajózhatóságán javítani, és egyértelmű, hogy azok a tervek, amelyeket az Európai Uniós forrásokra adtunk be, és adunk be a következő fordulóba, azt fogják segíteni, hogy ez a 250 napos hajózhatóság az valóság legyen, de csak mindig egy olyan vágy, amit sokszor és sokan fogalmaztak. Győri Gyula, a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke arról beszélt, hogy teljes átalakuláson megy keresztül a szervezet szemlélete. Azt szeretnék, ha az emberek a hatóság szóra nem a büntetésre asszociálnának, hiszen ők azért vannak, hogy a közlekedés biztonságát szavatolják. Az elmúlt 3 évben több mint 40 szakmai területen egyszerűsítették az ügyviteli eljárásokat. A hajózásnál például vannak olyan ügyek, amelyekhez nem kell engedélyt kérni, csak bejelentés kötelesek. A hatóságnak nem az a szerepe ebben a kérdéskörben, hogy valamiféle fegyelmező szerepet játszon, hanem az a szerepe, hogy fölhívja a figyelmet minden olyan kérdéskörre, ami a közlekedés biztonságát esetleg veszélyezteti, akár a beruházásnál, akár az üzemeltetésnél. Félegyházi András polgármester azt hangsúlyozta, hogy Visegrád idegenforgalma össze van kötve a Dunával, ezért stratégiai partnere a városnak a Mahart-Pásznáve. Ez az együttműködés működőképesnek bizonyult az elmúlt években, és ez nem csak azt jelenti, hogy a mellettünk fekvő aszfaltszalagon érkezők mellett most már hajóval is meg lehet érkezni Visegrádra, sőt, vasúton is meg lehet érkezni Visegrádra úgy, hogy egyébként hajóval érkezünk ide a partra. De azt is jelenti, hogy ezek mellett az érkezési módok, jármódok, ezek önmagukban is élményt adóak, önmagukban is a Dunának, a Dunakanyarnak a táji szépségét tárják az ide látogatók elé. Spányi Gábor, a Mahart-Pásznáv ügyvezetője arról beszélt, hogy a visegrádi hajóállomásnak régióközponti szerepet szánnak, és több dunakanyari kikötőt is megnyitnak. Ismét beindítják például a Szobi, valamint a Zebegényi hajóállomást. Spányi Gábor azt is elmondta, hogy a következő évtől gyorsjáratú hajók indulnak majd a 7 több napján is a fővárosból Visegrádra, ezzel a menetidő is jelentősen csökken. Gyakorlatilag az eddigi 5,5 órás Budapestről Esztergomba tartó út 3,5 órára, 3 órára fog tudni szűkülni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az utazó közönség számára, hogy a felgyorsult világunkba, felgyorsult életünkbe, gyakorlatilag az utazásra eltöltött idő, még akkor is, hogyha ez pihenésre vagy turizmus céljaiból történik, akkor is a lehető legrövidebb legyen, azzal kapcsolatosan, hogy utána a helyi nevezetességeket, akár Visegrádon, akár a többi különböző dunakanyari településen is meg tudják látni. Ezt követően reneszánsz zene mellett vágták át a nemzeti színű szalagot.